Zsao Magaizsó a nevem. Kozmológus vagyok. Munkám és egyúttal rögeszméjem az, hogy megfejtsem, miért így működik a világ. Az elmúlt 20 évben az univerzumot próbáltam megérteni. Hívtak már anarchistának, eretneknek, radikálisnak, sőt, még idiótának is. Üdvözlöm Önöket őrült világomban! Én tudom, mi történt az idők kezdetén. Zsao Magaizsó ősrobbanás elmélete. Életem nagy részét azzal töltöttem, hogy megfejtsem az univerzum titkait. Megpróbáltam felfedni az erőket, amelyek galaxisok millióit mozgatják. A térnek és az időnek e fajta kutatását kozmológiának nevezzük. A kozmológia egy zavarba ejtően hatalmas terület fizikája, az egész univerzum. A következő kérdésekre keresi a választ. Miért vagyunk itt? Hová tartunk? Honnan jöttünk? Ezekre a kérdésekre a modern kozmológia egy szóval válaszol. Ősrobbanás. Az ősrobbanás elmélete a kozmológia sarokköve. Egy biztos pont, melynek segítségével azt próbáljuk megmagyarázni, hogyan jött létre a kozmosz. Mégis olyan rejtélyek lapulnak a mélyén, amelyek felkavarják az egész tudományos világot. Legegyszerűbb formájában az ősrobbanás elmélete szerint az univerzum elképzelhetetlenül forró és sűrű állapotban jött létre, és azóta is folyamatosan hűl és tágul. Az ősrobbanás elmélete nem csak azt magyarázza meg, hogyan született az univerzum, hanem azt is, miért viselkedik így most, percről percre, másodpercről másodpercre. Nem tudunk kis ősrobbanásokat lépni alomban, és nem is voltunk jelen, hogy lássuk. A kozmológusok mégis bizonyosak benne, hogy megtörtént, mert az első pillanatok gyenge visszhangjai még most is jelen vannak az univerzumban. Hogy megérthessük, miként jöttek létre ezek a visszhangok, vissza kell pörgetnünk az időt 13 milliárd évvel. A világ mindenség kezdetéig. Jóval korábbra a Föld létrejötténél, amely 4,5 milliárd évvel ezelőttre tehető. És jóval korábbra napunk, a harmadik generációs csillag létrejötténél, amely 10 milliárd éves. Vissza kell térnünk a nulladik órához, amikor a tér és az idő keletkezett. Kutassunk együtt az ősrobbanás visszhangjainak eredete után. 10 a mínusz 43. másodperccel vagyunk az ősrobbanás után. Ez egy egyest és 43 nullát jelent. Egy mérhetetlenül rövid időtartamot. A hőmérséklet ekkor 10 a 33. Kelvin volt. Ez sok milliószor forróbb, mint egy szupernova hőmérséklete. Amikor egy haldokló csillagból szupernova lesz, akkora energiát sugározhat ki néhány hét alatt, mint amennyit a mi napunk 10 milliárd év alatt bocsátana ki. Ilyen hihetetlenül magas hőmérsékleten az anyag nagyon sűrű és koncentrált. Ezért nem juthat ki belőle semmi fény, mert az anyag magába zárja. Az energiában gazdag fotonok csapdába estek az anyag sűrűn elhelyezkedő részecskéi között. Bármerre fordulnak a fotonok, anyag zárja el az útjukat. A fiatal univerzum teljesen láthatatlan. Semmi fény nem juthat ki belőle. Éppen valami ilyesmi történik a nap belsejében is. A nap egy hatalmas gömb, amely gázokból áll.
hidrogénből és héliumból. Átmérője pedig több mint 1 millió kilométer. Bár túlnyomó rész csak gázokból áll, nem látni át rajta. Azért nem lehet keresztül látni rajta, mert a belsejében a hőmérséklet olyan magas, az anyag pedig olyan sűrű, hogy a fény csapdába esik benne. Amit valójában látunk, az a nap felszíne, ahol a hőmérséklet eléggé leesik ahhoz, hogy a fény kiszabaduljon és elérjen minket. Pontosan ugyanezek a folyamatok zajlottak le a korai univerzumban is. A fény csapdába esett az anyagban 375 ezer évre. De idővel egyre hidegebb lett, és végül a hőmérséklet 3000 Kelvin alá esett, és az anyag már nem volt eléggé sűrű ahhoz, hogy csapdába ejtse a fényt. Így az, végre kiszabadulhatott az anyagból. Hirtelen hatalmas fény árasztotta el a világegyetemet. A világosság első sugarai. Még mindig bennük rejlenek az információk az univerzum múltjáról és születéséről. Titkok a világegyetem legrégebbi korszakaiból. De ha ez az ősi fény még mindig jelen van, miért nem látjuk? Csak sötétséget látunk és csillagokat. Ha távcsövet használunk, akkor is csak sötétséget és még több csillagot látunk, illetve galaxisokat, meg galaxis halmazokat. A kulcsfontosságú fény nyomai nélkül úgy tűnt, hogy az elmélet az első akadálynál elbukott. Ennyit az ősrobbanásról. Mi történt a hiányzó fénnyel? És mit jelent mindez az ősrobbanás elmélete szempontjából? Az ősrobbanás valóban megtörtént, a hatalmas fényáradatnak, amit létrehozott, még mindig jelen kellene lennie az univerzumban. De akármilyen messzire is nézünk az éjszakai égen, egyszerűen nem látjuk ezt az ősi fényt. Hogyan lehetséges ez? Ez az ősrobbanás elméletének végzetes hiányossága. Nos, nem egészen. Ahhoz, hogy megtaláljunk valamit, tudnunk kell, hogyan keressük. Talán hasznos lenne, ha úgy gondolnánk a fényre, mint egy garnélarákra. Miért is ne? A garnélarákok épp úgy részei az univerzumnak, mint a csillagok vagy a galaxisok, és ugyanazoknak az alapvető fizikai erőknek és törvényeknek engedelmeskednek. Amennyire én tudom, nincs olyan része a kozmológiának, ami ne volna megmagyarázható a körülöttünk lévő hétköznapi dolgok segítségével. A garnélarákok, mint ez itt, a kitin páncélos élőlények nagy családjából származnak. Az egyik véglet a félméteres homár, a másik pedig a pici krill. Hasonló a felépítésük, a viselkedésük és az ízük. A fény az elektromágneses sugarak spektrumából származik. Az egyik véglet a kilométeres hullámhosszú rádiójel, a másik pedig a nagyon rövid hullámhosszú gammasugárzás. Hasonló a felépítésük, ugyanúgy viselkednek, és ugyanolyan sebességgel haladnak. A homár valójában egy meghosszabbított garnélarák. A rádióhullámok pedig meghosszabbított fénysugarak. Ahogy az univerzum tágult, az ősrobbanásból származó fény rádióhullámokká hosszabbodott. Ha az ősrobbanásból származó visszhangok után kutatunk, akkor nem látható fényt kell keresnünk, hanem rádióhullámokat. A rádióhullámokat természetesen nem látjuk, és az elektromágneses spektrumnak is csak egy kis részét. A fényt tudjuk szemmel észlelni.
De van egy eszköz, amelynek segítségével megfigyelhetjük az ősrobbanás jeleit. Ez a gép nem egy nagy teljesítményű szuperszámítógép vagy egy távcső egy hegy tetején. Annál sokkal egyszerűbb. A televízió. A televízió lehetővé teszi, hogy lássuk és halljuk ezt a fényt. Ez a kozmikus háttérsugárzás. Tudom, hogy ez őrültségnek hangzik, de az ősrobbanás most is látható egy másik csatornán. Kapcsolják a készüléküket egy be nem hangolt csatornára. De nem most, hisz most épp engem néznek. De ha megteszik, egy zavaros képet látnak. Ennek a zavaros képnek körülbelül 1%-a a kozmikus háttérsugárzás, rövidítve KHS. Ez a fény az univerzum kezdetéből. Éppen az ősrobbanás visszhangjait látják, a legfontosabb dologét, ami valaha történt. Nem egy laboratóriumban vagy egy részecskegyorsítóban, hanem a saját nappaliukban. Az ősrobbanás és visszhangjai részei hétköznapi életünknek. Természetesen ezt a zavaros képet azóta látják, mióta feltalálták a televíziót. Korábban nem értették, mi ez. Most már annak látjuk, ami. Jeleknek, amelyek az univerzum kezdete óta körülöttünk vannak, bizonyítva, hogy az ősrobbanás megtörtént. A kozmikus háttérsugárzás felfedezésének rendkívüli szerepe volt abban, hogy elfogadják az ősrobbanás elméletét úgy, mint a legjobb hipotézist, ami az univerzum eredetét és fejlődését magyarázza. De kiderült, hogy ezeknek a rádióhullámoknak, vagy a KHS-nek még fontosabb következményei vannak. Ha jobban megvizsgáljuk a KHS-t, apró hőmérséklet különbségeket figyelhetünk meg. Ha térképet készítünk ezekről a különbségekből, megkapjuk az újszülött univerzum pillanatképét nem sokkal azután, hogy elhagyta az anyaméhet, vagyis az ősrobbanás előtti állapotot. A kozmológusok számára ez az absztrakt festmény minden idők legfontosabb felfedezése. VMAS képnek nevezik a Wilkinson mikrohullámú anizotrópiás szonda alapján, és ez mindannyiunkat nagyon felkavart. Ha ez a kép egyszínű volna, nem lehetnénk itt. Az univerzum egy kása lenne, egy teljesen homogén leves, mindenféle változatosság nélkül. De épp ellenkezőleg apró fluktuációkat és csomókat találunk, és ezek azokat jelölik, amelyek később keletkeztek, vagyis a galaxisokat, a csillagokat és bennünket. Mint minden kozmológus, én is sok órát töltöttem az univerzum részeinek vizsgálatával. Az ősrobbanás elmélete szerint nem lehetne semmilyen nyoma a hőmérséklet eloszlásának. De azt vettem észre, hogy van rendszer ezeknek a fluktuációknak az elhelyezkedésében. Ez a nyom olyan finom, hogy csak akkor látható, ha a bonyolult VMAS képeket felosztjuk egyszerűbb hőmérsékleti térképekre. Az ősrobbanás elmélet azt feltételezné, hogy az univerzum mindenhol azonos, és összetevőinek eloszlása teljesen véletlenszerű. De ez nem így van. Néhány hőmérsékleti térképnek hasonló jellegzetességei vannak. Egy különleges vonal mentén helyezkednek el, amit én a gonoszok tengelyének hívok. Azért ez a neve, mert azt sugallja, hogy valami hiányosság van az ősrobbanás elméletében. Néhányan azt gondolták, hogy olyasmit látok, ami nem is létezik. De bonyolult statisztikai elemzések bizonyítják, hogy ez az elhelyezkedés nem pusztán véletlen, és a gonoszok tengelyének létezését adatok támasztják alá. Senki sem tudja, mindez mit jelent. A gonoszok tengelyének jelentősége rejtély marad. Lehet pusztán műszereink hibája, vagy egy valódi jelenség, amit az ősrobbanás elmélete nem tud magyarázni. Ahogyan azt a garnélákkal bemutattuk, a CMB az univerzum kezdetén kialakult fény fokozatos megnyúlásával végül rádióhullámmá alakult, miközben a világegyetem idősebbé vált.
A nyúlás mögött álló folyamat is az ősrobbanás elméletét támasztja alá. Az ősi fény azért nyúlt rádióhullámmá, mert az univerzum tágul. Ez a tágulás egy olyan jelenség, melyet szó nélkül elfogadunk. De ez nem elég. Honnan tudjuk, hogy ez történik? A választ a galaxisok legújabb vizsgálata adja meg. Az eget minden irányban galaxisok töltik be, és mindegyik távolodik tőlünk. Vajon az egész univerzum menekül előlünk, és mi vagyunk a kozmikus robbanás középpontja? Az emberiség mindig is azt remélte, hogy minden körülötte forog. De a nagymamám kozmikus kötése cáfolja ezt, aki minden karácsonyra köt nekem egy pulóvert. Minden unokájának köt egyet. Mind a 25-ünknek. Minden pulóvernek egyedi mintája van, alkalmazkodva a viselőjéhez. A nővérem farmer, tehát ő egy lovat kap. A térem Jorge golflabdákat gyűjt. Krisztinának pollen allergiája van. Renáta egy bohóccal randevúzott. Clara imádja a katonai felszereléseket. Ő itt Sergio, egyszer bokáját törte síjelés közben. És az unokatestvérem Lucia csirkéket tart. Minden év egy újabb lenyűgöző kollekciót terem. Mivel én kozmológus vagyok, mindig egy olyan pulóvert kapok, ami bonyolult mintákat ábrázol, amelyek nagymamám szerint az univerzumot jelképezik. Íme a legutóbbi modell. Nyilvánvalóan mindegyik gomb egy-egy galaxist, a kötés közöttük pedig a teret jelképezi. Ha kinyújtom a pulóvert, amikor felveszem, az űr kitágul, és magával viszi a galaxisokat. Egyre távolabb kerülnek egymástól. A távolság a gömbgalaxisok között drámaian megnőtt. Ha kívülről nézzük, teljesen világos, hogy egyikük sem maradt meg a tágulás középpontjában. De ha egy gömb szemszögéből nézzük, mint például ez a piros itt, úgy tűnik, mintha minden galaxis távolodna tőle, a táguló világűr középpontjában hagyva őt. A lényeg, hogy az univerzum egyre nagyobb lesz, és a távolság a galaxisok között növekszik, a világűr közöttük pedig tágul. Galaxisunk nem a tágulás középpontja, csupán része annak. Ez a tágulás újabb bizonyíték arra, hogy az ősrobbanás bekövetkezett. Ez pedig fontos a következők szempontjából. Ha a galaxisok eltávolodnak egymástól, akkor valamikor a múltban mind egy helyen voltak. Olyan ez, mintha elejtenénk egy edényt tele golyókkal. Egy pillanat alatt minden, ami eddig együtt volt, hihetetlen sebességgel távolodik egymástól. A golyók iránya és sebessége értékes információkat hordoz a folyamat kezdetéről. Hasonló információkat nyerhetünk az univerzumban található galaxisok sebességéből és mozgásából is. Ha lelassítjuk a mozgásukat, azt találjuk, hogy a pillanat, amikor minden együtt volt, 13 milliárd évvel ezelőttre az ősrobbanás idejére tehető. Úgy tűnik, minél tovább vizsgáljuk az univerzumot, annál több bizonyítékot találunk az ősrobbanás tényére. Azáltal, hogy felismerték, mi is az a KHS, vagyis fény az univerzum kezdetéből, és azáltal, hogy felfedezték, hogy az űr tágul, a kozmológusok képesek voltak bebizonyítani, hogy az ősrobbanás valóban meggyőző magyarázat arra, miért ilyenek a dolgok, és miért viselkednek így.
de semmi sem tökéletes. És mint minden jó kozmológiai elmélet, az ősrobbanás is több helyen sántít. Hibái a kozmológia legvadabb vitáit szülik. De semmi sem tökéletes, és mint minden jó kozmológiai elmélet, az ősrobbanás is több helyen sántít. Hibái a kozmológia legvadabb vitáit szülik. Hogy megérthessük, honnan származnak ezek a hibák, vissza kell térnünk a kezdethez. Nem az univerzuméhoz, hanem az enyémhez. Portugáliában, Évurában születtem 1967-ben. Szerettem a csokit, szerettem focizni, és a nővéremet piszkálni. Nem szerettem sem az iskolát, sem a spenótot. Két utcával arrébb lakott egy korombeli fiú, Félix. Félix máshová járt iskolába, más gyerekekkel játszott, és más foci csapatnak szurkolt. Bár ugyanabban a városban és ugyanabban az időben kezdtük az életünket, soha nem találkoztunk. Családunk elköltözött Évurából éppen az 5. születésnapom előtt. Az elmúlt 40 évben Félix és én teljesen külön életet folytattunk. Ha ki kellene találniuk, milyen most Félix, mit mondanának? Őrültség lenne azt gondolni, hogy Félix is 180 cm magas, 85 kiló, és ő is fizikus, akinek rendhagyó elképzelései vannak a fénysebességéről. És természetesen mindez nem is igaz. Félix kopasz, kövér és hentesként dolgozik. Mára gyakorlatilag semmi közös nincs bennünk, azt a tényt leszámítva, hogy ugyanabban az időben és ugyanazon a helyen születtünk. Ez pontosan megjósolható lett volna. De ez a logika nem működik a világűr esetében. Ha az ősrobbanás elmélete helyes, az univerzum egymástól legtávolabbi részei olyan messze vannak egymástól, hogy a fénynek még nem volt elég ideje és fél milliárd évben, hogy megtegye közöttük a távolságot. És ugyebár semmi sem gyorsabb, mint a fény. Egymástól teljesen függetlennek és különbözőnek kell lenniük. Akár csak nekem és Félixnek. A megfigyelések azonban azt mutatják, hogy ugyanolyanok. Ez egy olyan tény, amit az ősrobbanás elmélete nem tud megmagyarázni. Olyan ez, mintha Félix minden szempontból ugyanolyan felnőtt lenne, mint én. Ez a váratlan eredmény nem más, mint az úgynevezett horizont probléma. Igen összetett dologról van szó. Az ősrobbanás klasszikus elmélete szerint teljességgel lehetetlen, hogy a világűr egymástól távol eső részei valaha bármilyen információt cserélhettek volna egymással. Egymás horizontján kívül voltak, vannak és lesznek. Hőmérsékletük és egyéb fizikai tulajdonságaik mégis túl hasonlóak, ami kizárja, hogy soha nem voltak kapcsolatban egymással. Ha megértjük ezt a jelenséget, megértjük azt is, miért horizont probléma a neve. Az ősrobbanás elmélete szempontjából ez igazi katasztrófa. Bárminek is nevezzük, ez az univerzum egyik legnagyobb rejtélye. Nekünk, kozmológusoknak az a feladatunk,
hogy megoldást találjunk erre a problémára. Méghozzá úgy, hogy megpróbáljunk megőrizni az ősrobbanás elméletének helytálló részeiből annyit, amennyit csak lehet. Főként azt, hogy az univerzum rendkívül forró és sűrű állapotban született 13,5 milliárd évvel ezelőtt, és azóta is hűl és tágul. Sok próbálkozás született a horizont probléma megoldására, és nem mindegyik meggyőző. Az ősrobbanás elméletének egyik legfontosabb része a tágulás elmélet, ami így fest. And it works like this. Három furcsa embert biztonsági kamerák filmeznek le a város különböző pontjain. Ezek az emberek egymástól kilométerekre vannak, mégis ugyanaz a jellegzetes sárga festék borítja őket. Kiderül, hogy 10 perccel ezelőtt egy hatalmas, festékkel teli léggömb esett a város központra. Mindenkit narancsa szín borított be, akik egy méteren belül voltak a becsapódási helyétől. Ebből következik, hogy ezek az emberek közel voltak egymáshoz, és ahhoz a ponthoz, ahová a léggömb leesett. De van egy gond ezzel az elképzeléssel. Átlagos tempóval haladva egy ember gyalog körülbelül 1 kilométer tud megtenni 10 perc alatt. Ők mégis kilométerekre vannak egymástól. Túl messze ahhoz, hogy együtt lehettek volna a becsapódás helyszínén 10 perccel ezelőtt. De mégis pontosan ugyanaz a festék borítja őket. Tehát mind ott voltak. Ezt az ellentmondást, ezt a paradoxont hívjuk horizont problémának. Egyedül a horizont probléma megoldása által érthetjük meg, miért ilyen az univerzum, és miért viselkedik így. Az univerzum melyik tulajdonsága alapján fejthetjük meg a rejtélyt? Gondoljunk csak bele. Hogyan magyarázzuk meg, hogy három embert, akik túl távol vannak egymástól ahhoz, hogy ott lehettek volna a festékbombánál 10 perccel korábban, ugyanaz a sárga festék borít? Nem változtathatunk a tényen, hogy mindhármukat alaposan összefröcskölték. És nem változtathatjuk meg az időt, amikor a léggömb leesett, vagyis 10 perccel ezelőtt. De megváltoztathatjuk a sebességet, amellyel eltávolodtak a becsapódás helyétől. Egy rövid ideig tartó, de hihetetlen nagy gyorsulás a becsapódás helyétől a léggömb leesése után megoldja a dolgot. A három áldozat nagy távolságot tesz meg futva a becsapódás helyétől igen rövid idő alatt. Ugyanígy néhány kozmológus úgy hiszi, hogy a korai univerzum egy hasonló gyorsuláson ment keresztül közvetlenül az ősrobbanás után. Az ősrobbanás elméletének ezt a módosítását kozmikus tágulásnak nevezik. Megoldja a horizont problémát anélkül, hogy tönkretenné az ősrobbanás elméletének helytálló részeit. Akik a tágulásban hisznek, úgy gondolják, hogy a fiatal univerzumnak ez a nagymértékű kiterjedése nem tartott nagyon sokáig, csupán a másodperc töredékéig. De ez alatt az idő alatt az univerzum 10^26 szorosára tágult ki. Egy közvetlenül az ősrobbanás után bekövetkezett növekedés azt igazolná, hogy az univerzum egymástól távol eső részei egykor együtt voltak, megmagyarázva a rejtélyes hasonlóságot. Úgy tűnik, a horizont problémát szépen megoldottuk. Bontsunk pezsgőt! A kozmikus tágulás megmentette az ősrobbanást a megszégyenüléstől. Az egyetlen gond az, hogy nincs megfigyelés, ami bizonyítaná a jelenséget. Semmény. Higgyék el, keresték őket. A tudomány lényege a bizonyítás. Vagyis a bizonyság megfigyelés által.
Enélkül csak üres elméletek vannak. Azt gondolhatnánk, hogy a kozmológusok megfigyelésekből származó bizonyítékok hiány nehezen fogadják el a kozmikus tágulást, mint a horizont probléma megoldását. De a kozmológiában széles körben támogatják ezt a hasznos, de bizonyíthatatlan elméletet. Sőt, ha alaposan utána néznek, a kozmológia jó része csak elmélet. Az olyan elméleti fizikusok, mint én, egy kifinomult találgatáson dolgoznak. Ez pedig így működik. Látok egy macskát a cső egyik végén. Aztán látok egy gyanútlan egeret, amint bemegy a másikon. Cincogást, nyávogást és ropogást hallok. Mint olyan ember, aki ismeri a macskák és az egerek viselkedését, előállhatok egy elmélettel arról, hogy mi történt a cső belsejében, annak ellenére, hogy nem láttam azt. Az elméletem az, hogy a macska elkapta az egeret, megette és jól lakott. Természetesen ez csak elmélet, mert nem láttam, mi történt a csőben. Bárki előállhat egy másik elmélettel, ugyanazt a tapasztalatot alapul véve. Dönthetnek úgy, hogy az egér tud küzdeni. Észrevehetik, hogy a macska sántítva jött ki. És amellett is érvelhetnek, hogy az egér legyőzte a macskát. Él és virul. A játék folytatódik. Bárki érvelhet a saját elmélete mellett. A vita évekig tarthat, miközben új bizonyítékok módosítják az elméleteket. A világegyetem kezdete olyan, mint a macska a csőben. Mert sok milliárd évvel ezelőtt történt. Nem láthatjuk az előzményeket, és csak nyomokra hagyatkozhatunk ahhoz, hogy elméleteket alkossunk. A kozmikus tágulás csak egy teória arra, történt őben. Más elméletekkel is előálltak, de ezek feledésbe merültek. Úgy érzem, eljött a pillanat, hogy előálljak a saját megoldásommal a horizont problémára. Pontosan ezt teszem. Azután álltam elő a megoldásommal, miután részt vettem életem legjobb partiján. Másnap reggel megáztam, és szörnyen éreztem magam. Borzasztóan fájt a fejem, és rossz volt a szájízem, de a fejemben zsongtak a gondolatok. Soha nem a munkahelyünkön jutnak eszünkbe a legjobb dolgok, de ne higgyék el, amit az iskolában mondanak. Az elmélet, amellyel előálltam azon a hideg és nyírkos napon, sokkolta a tudományos világot. Nem hinném, hogy csak az íróasztal mögött vagy a laboratóriumban juthatnak jó dolgok az eszünkbe. Új megoldással álltam elő a horizont problémára, miközben egy sáros úton poroszkáltam a szakadó esőben. Ha további információkra van szükségük, elmondom, hogy az elmélet néhány gondolatát egy goai nyaralás során dolgoztam ki. VFS-nek neveztem, vagyis váltakozó fénysebességnek, bár néhány kollégám szerint valójában csak fantáziálok. A modern fizika egyik központi tétele szerint a vákumban haladó fény a leggyorsabb dolog a világon. Semmi sem lehet gyorsabb nála, akárhogy is próbálkozna. Lelassíthatunk egy fénysugarat, ha vizen vagy üvegen vezetjük keresztül. De vákumban a fénysebessége változatlan. 300.000 km per szekundum. Vagyis 186.000 mérföld másodpercenként. Elég gyors ahhoz, hogy egyetlen másodperc alatt 7,5-szer megkerülje a Földet.
Mindig ezt az eredményt kapjuk, nem számít, hol és hogyan mérjük meg. Annyira biztosak vagyunk benne, hogy ez a sebesség állandó, hogy ez alapján határozzuk meg a métert. 1983 óta úgy határozzák meg a métert, mint a távolságot, amit a fény 1/300 milliomod másodperc alatt tesz meg vákumban. Ez a definíció tökéletesen működik, ha a fénysebessége valóban állandó. De én nem vagyok benne biztos, hogy ez mindig így volt. Emiatt a kétel miatt távolodtam el a hagyományos kutatásoktól. Hogy megértsük a VFS-t, fel kell készülnünk rá, hogy új színben lássuk a fényt. Úgy képzeljék el a fényt, mint egy agarat, ami azt a bizonyos nyuszit üldözi a pályán. A tulajdonosa tudja, hogy az állat egy adott sebességnél gyorsabban már képtelen futni. Nem futhat gyorsabban, mert a mancsai eltörnének és felbukna a pályán. Ahogy a kutya rohan körbe a pályán, más kutyák fogják közre, akiknek ugyanaz a maximális sebessége. De egy nap valami meglepő történik. Aki pislog, lemarad. Egy madár vagy egy repülőgép? Nem, ez a szuperkutya. Hajtóművel halad és olyan sebességgel, amelyről más kutyák csak álmodoznak. Az, hogy a kutyák sebessége jelenleg véges, még nem jelenti azt, hogy mindig így volt, és mindig is így lesz. Én hiszem, hogy a fénysebessége hasonlóképpen változó. Úgy gondolom, hogy a korai univerzumban a fénysebessége sokkal, de sokkal nagyobb volt, lehetővé téve, hogy az információ keresztül süvítsen az egész univerzumon, mindent kapcsolatba hozva egymással. Ez azt jelentené, hogy azok a hihetetlenül távoli és mégis furcsán hasonló részei az univerzumnak, amelyek a horizont probléma lényegét jelentik, egyszer kapcsolatban voltak egymással az ultragyors fénynek köszönhetően. Ez magyarázza a hasonlóságukat. Így a horizont probléma nem paradoxon többé, hanem természetes eredmény. Természetesen, ha a fény ultra gyorsan halad, kapcsolatba hozva egymással a távoli helyeket, nincs szükség az univerzum hirtelen tágulására a horizont probléma megoldásához. A kozmikus tágulás egyszerűen szükségtelen a váltakozó fénysebességű univerzumban. A VFS fölöslegessé teszi a kozmikus tágulást, miközben igazolja az ősrobbanás elméletét. Ám ez az elmélet nagyon sok embert felbosszantott. Először is a kozmikus tágulás támogatóit, akik egész életüket azzal töltötték, hogy elfogadtassák megoldásukat az ősrobbanás elméletével szemben. Másodszor, az összes fizikust, akik szeretik, ha az állandóik állandók, és nem tudják feldolgozni a tényt, hogy talán a változók is kissé rugalmasabbak, alkalmazkodóbbak. Nem hibáztathatjuk őket ezért. Évtizedekig használták a fénysebesség állandóságát több száz egyenletben, hogy leírják az univerzum alapvető vonásait. C-nek hívták, és a segítségével számoltak ki mindent.
A Lorentz transformáció, a mágneses mezők, az elektromos mezők, a nyomás a fekete lyukak körül, a feketetes sugárzás, a Hawking sugárzás, a fekete lyukak entrópiája mind ide tartoznak. Ezért nem meglepő, hogy felbosszantotta őket a javaslatom, mely szerint a fénysebessége nem állandó. Főleg, mivel ha a VFS helyes, a jó öreg egyenleteket, mint például az E egyenlő M-szer C négyzet írunk. És ez, mint tudjuk, Einstein relativitás elméletének felülvizsgálatát jelenteni. Ezért hívtak engem eretneknek. Igazán nem értem, mi rossz van ebben. Ahogy a macska és a cső esete is mutatja, erről szól a kozmológia. Végül is volt idő, amikor az ősi fény keletkezése az ősrobbanásból csak egy elmélet volt, míg a kozmológusok rá nem jöttek, mit kell keresniük. A kozmikus háttérsugárzás mindvégig ott volt az orrunk előtt. Kiderült, hogy fontos nyomokat tartalmaz az univerzum legkorábbi szakaszaiból. A felfedezés, mely szerint minden galaxis távolodik a Földtől, bebizonyította, hogy a tér tágul. Ez a bizonyíték a KHS-ből nyert gazdag információval együtt elegendő volt, hogy az ősrobbanás elméletét a legjobb és legelfogadottabb magyarázattá tegye az univerzum működésére. A legnagyobb üröm az örömben a horizont probléma. A végzetes hiányosság az univerzum történetében egyúttal ösztönző erő radikálisan új elméletek alkotására, mint például a kozmikus tágulás vagy a VFS. Most pedig itt az idő, hogy elméletem a váltakozó fénysebességről bizonyítást nyerjen a többivel szemben, amelyeket a horizont probléma megoldására alkottak. Tehát csak annyi a dolgom, hogy bizonyítékot találjak, megfigyeléseket, amelyek igazolják vagy cáfolják az elméletet. A nyomok, amelyeket keresek, valahol jelen vannak a kozmoszban. Közelebb lehetnek, mint gondolnánk. Csak tudnom kell, hogyan keressem őket. És ha nem sikerül, kit érdekel? Milliónyi ötletem van még.